Lövészkatonák számára 6 hetes katonai közelharc kiképzés zajlik a Szentendrei Altiszti Akadémián. A katonák immár egységes rendszerben sajátíthatják el a test-test elleni küzdelem fogásait. Nekik elég tág a szakanyag, áruhalcolapjai, földreviteli technikák, földharc technikák, szabadulások megfogásokból, önvédelmi szituációk, fegyvermegtartás, gépkorabeli szükségeszközök történő használata szerepel nekik a szakanyagban, valamint késharc alapjai. És ugye ez kiegészül majd a tanfolyam végén, a képzés végén a foglalkozásvezető gyakorlatokkal, mert ugye nekünk a cél itt a tanfolyam során az oktatók képzése. A lövészkatonáknak feladatrendszerükből adódóan a hatékonyságra kell törekedni, így a képzésen számukra a komolyabb technikák kerülnek előtérbe. A vizsgát követően a katonák rendszeresen számot adnak majd tudásukról, így a saját alakulatuknál szerzett új tapasztalatok is beépíthetők a képzésbe. Első és a második fél évben egyhetes összevonást betervezünk minden évbe. Ezeken az egyhetek alatt ismétlünk is, és begyűjtjük az ő tapasztalataikat, hogy náluk az alakulatoknál végre tudták-e hajtani a képzéseket, ha igen, akkor milyen tapasztalatok voltak, esetleg, hogyha gondolják, hogy még plusz új technikákat be kellene tenni a szakanyagba, akkor ezt átbeszéljük, ha azt mondják, hogy bizonyos technikák feleslegesek, akkor ezeket átgondoljuk. Az egységesére törekedtünk, hogy legyen egy létező szakanyag, amit bárki elővesz, és látni fogja, hogy neki mit kell végrehajtania. A katonák kiképzésének mindig meghatározó eleme volt a közelharc kiképzés, hiszen számukra különösen fontos, hogy adott helyzetben cselekvőképesek legyenek, azaz meg tudják védeni magukat és társaikat.